a Pécs TV hírösszefoglalója. A stúdióban Bodor Gergő várja Önöket. Jó estét kívánok! Szeptember 18-a hétfő van. Véleményezték az ARD direktori pályázatokat, zajlanak a mobilitási hét eseményei, és javában tart az Örökségfesztivál is. Íme egy rövid előzetes a tartalomból. Direktor kerestetik. A Pécs 2010 program művészeti igazgatói állására beadott pályázatokat a héten bírálja el egy szakmai bizottság. Mobilitási hét Európában és Pécsett. A rendezvények csúcspontja a pénteki autómentes nap lesz. A szokott érdeklődés mellett zajlik a városban az Örökségfesztivál. A programból ezúttal sem hiányoznak a nemzetiségek bemutatkozásai. A Pécs 2010 program művészeti igazgatói állására beadott pályázatokat a héten bírálja el egy szakmai bizottság. Ezt megelőzően annak jártunk utána, vajon milyen feltételeknek kell majd megfelelni a pályázóknak ahhoz, hogy betölthessék a posztot. Már korábban hírtattunk arról, hogy a Pécs 2010 program művészeti igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázat beadási határideje e hónap 8-án lejárt. A beérkezett pályázatokat 12-én bontották fel a Városházán. Dr. Kunst Márta alpolgármester, Tarósi István az Európa Centrum KHT ügyvezető igazgatója és dr. Újvár Jenő a Pécs Szopiána Örökség KHT ügyvezető igazgatója jelenlétében. Az állásra 4 egyéni személy és egy svájci ügynökség nyújtotta be pályázatát. A bíráló bizottság hétfőn véleményezi a pályamunkákat. Tarósi István elmondta, az egyéni jelentkezőket vették figyelembe, azok közül is 3-mal foglalkozik a bizottság. Kedden meghallgatják azt a 3 jelöltet, akik a legalkalmasabbnak tűnnek a pozíció betöltésére. Szintén ekkor ülésezik az irányító tanács is, amely a legfőbb döntéshozó szerve a Pécs 2010 programnak. A megfelelés szempontjai közé tartozik a szakmai múlt, az, hogy milyen tapasztalattal, referenciával, kapcsolatokkal rendelkezik a pályázó. Ezen kívül jó szervező és lebonyolító készséggel kell rendelkeznie, amelyek nagyon fontosak lehetnek az elkövetkezendő években. Egy művészeti igazgatónak képesnek kell lennie arra, hogy egy nagyon egyértelmű, markáns, izgalmas vonalat húzzon be a kulturális programok sorába. És 2010 az egy nagyon izgalmas, érdekes Európa számára és a világ számára is érdekes, izgalmas program sort is képes legyen adni a beruházásokon kívül, ami elsősorban ugye a helyi embereknek lesz fontos. Tehát képesek legyünk egy olyan embert kiválasztani, művészeti igazgatónak, aki arra képes, hogy egy keretet jelöljön meg, megjelölje a fővonalat, amire építeni lehet majd az összes helyi és az összes régiós elképzelést kulturális programok tekintetében. És arra is képes legyen a művészeti igazgató, hogyha mondjuk egy nagy durranás nemzetközi produkciót megszervezünk, akkor ahhoz mondjuk finanszírozás oldaláról is támogatásokat tudjon biztosítani. Tehát legyen egy nagyon széles spektrumú kapcsolatrendszere, onnantól, hogy ki a fellépő, odáig, hogy ki a finanszírozója az aktuális rendezvénynek. Nélkülözhetetlen még a jó kommunikációs képesség, a megjelenés, hiszen a kiválasztott személy arcává kell, hogy váljon az Európa Kulturális Fővárosa programnak. A végleges döntést a szeptember 21-i közgyűlés hozza meg, tette hozzá Tarrósi István. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségi Hálózat kis- és középvállalkozások fejlesztésére kiírt pályázatáról kaphattak hasznos tanácsot a résztvevők a kamarában tartott előadáson. A tréningre kimondottan a gépiparban, a fémfeldolgozásban és az informatikai ágazatokban dolgozó szakembereket várták. Boros László programmenedzser Szekszárdról érkezett a kamarai tréningre. Azt mondja, ez kiváló lehetőség a tájékozódásra. Az innovációs pályázatok sokszor nagyon speciális feltételeket írnak elő, ezért úgymond a nüansznyi eltéréseket más pályázatokhoz képest nem árt időben feltérképezni ahhoz, hogy az ügyfelek részére és a tagvállalatok részére sikeres pályázatokat lehessen készíteni. Az előadást tartó szakember úgy fogalmazott, a legfontosabb az ötlet, amit a vállalkozás a pályázat nélkül is létrehozna. A térség egyébként aktivitásban még fejlődhetne, ez leginkább a gépiparra jellemző. Azt gondolom, hogy nem nagyon tudnak még a pályázatok mit kezdeni azzal a lehetőségekkel, hogy beszállítóként hogy lehetne a pályázat keretein belül ezeket a támogatásokat megnyerni. Mindenki inkább gyártmány innováción gondolkodik, és nem pedig gyártás innováción.
ami természetesen költségcsökkentéssel és versenyképesség növekedésével járna egyúttal. Ha ezeket a gondolatokat, hogy mindenki sajátjába teszi, szerintem sokkal több ötlet fog születni. A regionális ügynökség által kiírt pályázat fontos szempontja, hogy nem csak gyártmány innovációban, hanem a technológiai innováció tekintetében is előrelépés történjen. Annak érdekében, hogy a beszállítók az európai nagyvállalatoknál megfelelő minőségben és költségen tudjanak hosszan fenntartható szállítói pozíciót elérni. Számos európai nagyváros rendez mobilitási hetet, melynek célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét az autóforgalom okozta környezeti problémákra. A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub már évek óta szervezi erre a hétvégére a Suliba bringával akciót. Mindez a környezet tudatos és környezet kímélő nevelés érdekében történik. A program keretében pénteken autómentes napot rendeznek. Már pénteken megkezdődött a mobilitási hét a városban, amely az idősebb és a fiatalabb generációt is megmozgatja. Ennek egy beharangozó programja a már hagyományos Suliba bringával akció. A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub már évek óta szervezi a programot, hogy minél több tanár és rajtuk keresztül diák figyelmét felhívja a sok európai nagyváros által megtartott mobilitási hétre. Az akció ráadásul egy verseny is a gyerekeknek, hiszen a legtöbb diákot megmozgató iskola díjakat is kap. A kertvárosi I.S. Gyula általános iskola a korábbi években már többször volt aranyérmese a megmérettetésnek. Kukai András, a kezdeményezés koordinátora elmondta, a hét során már rendeztek kismamák napját, erdők napját, és lesz még levegő, utcák, terek jövő napja is a hétfői kerékpározás napján kívül. Azért ilyen címszavakkal került be a programba, mert az éghajlatváltozás nemzetközi szinten is komoly problémát okoz, és az éghajlatváltozás lett a jelszava a mobilitási hétnek és az autómentes napnak, és e köré kell csoportosítsuk mi is a programjainkat. Kukai András hozzátette, mindenképpen az alternatív közlekedési módokat szeretnék felkínálni a jövő nemzedékének. Az akció remélhetőleg sok szülőt is rávesz arra, hogy követve gyermekeik példáját legalább erre az egy hétre letegyék a sluszkulcsot, és két keréken induljanak munkába. Pénteken az autómentes napon a forgalmi engedély felmutatásával ingyenes lesz a tömegközlekedés. Most pedig lássuk, mi minden történt még térségünkben a hétvégén és az elmúlt 24 órában. Rövid hírösszefoglalónk következik. A hétvégén újabb fontos állomásához érkezett a Kulturális Főváros Program. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos és Kunsz Márta Pécs alpolgármestere sajtótájékoztató keretében írta alá a projekt előkészítéséről szóló 1 milliárd forintos támogatási szerződést. Ez Magyarország legjelentősebb kulturális projektje, amely messze túlmutat az ország határain is, éppen ezért nagyon nagy a tét. Ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét Hiller István a Művészetek Házában megtartott sajtótájékoztatón. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a siker az összefogásban rejlik, melynek szereplője Pécs, a régió, a kormányzat és a partnervárosok Essen és Isztambul. Hiller István a Kulturális Főváros Program kapcsán felmerült esetleges hátráltató tényezőkről annyit mondott, hogy mindent sikerült elrendezni, és személyi, szervezeti és financiális szempontból is időben van a város. A most megkapott 1 milliárd forintos vissza nem térítendő központi költségvetési támogatás az előkészítés költségeinek 90%-át fedezi. A sajtótájékoztató végén a nagy projekt előkészítési költségeinek részleges finanszírozását biztosító szerződést Hiller István, Kunst Márta és Bajnai Gordon írta alá. Pécs számtalan nagymúltú intézményének egyike az Egyetem Ortopédiai Klinikája, amely idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából tudományos ülésen összegezték a tapasztalatokat, amelyre hazai és külföldi szakemberek is érkeztek, akik közül többen a Pécsi Ortopédiai Klinikáról indultak, vagy pályájuk során dolgoztak az intézményben. Mint azt professzor dr. Bejei Árpád, a Pécsi Ortopédiai Klinika igazgatója a Pécs TV-nek elmondta,
ma már az ország egyik legmeghatározóbb oktatási, tudományos kutatásokkal foglalkozó gyógyító intézménye a Pécsi Ortopédiai Klinika, amely az elmúlt 40 év hagyományát őrizve is képes a folyamatos tartalmi, szakmai megújulásra és fejlődésre. Az elmúlt 4 év munkáját értékelte az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága. Az utolsó ülést ünnepélyes keretek között a Baranyai Ifjúságáért KHT irodájában tartották meg. Terveik megvalósítása kapcsán szó volt a Csellengő programról, az extrém sportpályáról, a sikeres ifjúságpolitikai koncepcióról, amelyet elfogadott az önkormányzat. Ez utóbbi a Pécsi Ifjúsági Ház, a Szivárvány Gyermekház, az Állatkert, a Közlekedési Park és a Kisvasút integrációját jelenti, amelynek során létrejöhetett a Pécsi Ifjúsági Központ. Megtudtuk továbbá, hogy a támogatási rendszert is átalakították, amelynek köszönhetően a diákönkormányzatok is kaphatnak anyagi segítséget. Nem maradhatott ki programjukból a civil szféra sem, így ennek támogatásában is sikeresnek bizonyult a bizottság munkája. Dr. Tóth Bertalan elnök azt is elmondta, hogy voltak meg nem valósított elképzeléseik is, mint például az úgynevezett civil formalizált párbeszéd. Természetesen fejlesztési terveik is vannak, amelynek értelmében többek között a Parkból kalandparkot, illetve az Állatkertből ökoparkot szeretnének megvalósítani. A Pécsi Napok programjába épülve szeptember 16-án tartotta regionális kulturális fesztiválját a Baranya megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Az elmúlt években számtalan hasonló kulturális rendezvényt megszervezett már az Egyesület, ezúttal azonban a régióból várták vendégeiket és a fellépő csoportokat. Idén közel 350 vendége volt a programnak, ami mára annyira népszerűvé vált, hogy sajnos csak korlátozott számban jelenhettek meg érdeklődők. A városi, illetve a megyei önkormányzat támogatásával megvalósult fesztiválon táncegyüttesek, énekkarok, zenei formációk és színpadi előadások egyaránt szórakoztatták a megjelenteket. A Mozgáskorlátozottak megyei egyesülete további programokkal is részt vesz az Örökség Fesztiválon, legközelebb a Jókai téren az egyesület énekkara fog fellépni. Egész munkássága alatt Pécs keleti városrészében dolgozott, mindig lelkesen, nagy odaadással. Kiemelkedő érdeme van a Pákolic István közösségi ház létrehozásában és működtetésében. Csatlós Ferenc nevéhez még számos érdem fűződik, kiemelkedő tevékenységéért, valamint a közművelődés területén végzett értékes munkásságáért a városnapi ünnepi közgyűlésen Pécsváros közművelődési díja kitüntetésben részesült. A most következő miniportré róla szól. Népművelői pályafutását a keleti városrészben kezdte, még 1974-ben. Akkori elődjére nagyon büszke, hiszen dr. Koltai Dénes a ma már elismert egyetemi tanár helyébe lépett. 11 művelődési intézmény vezetését kellett átvállalnia, amelyet boldogan tett. Ez a pálya felfelé ívelt akkor, majd a bányászat leszálló ágába kerülve csaknem 11 művelődési intézményt be kellett zárnia. Ő tette rá a lakatot az utolsóra, amely a József Attila művelődési ház volt. Ez mélyen fájt neki. Nem tudott belenyugodni abba, hogy a művészeti csoportok, szakkörök eltűntek a süllyesztőbe. Ezért határoztam el azt, hogy létrehozom a Bányász Kulturális Szövetséget, amelyhez az önkormányzattól kaptam megfelelő segítséget és helységeket, ahol a tevékenységünket folytatni tudtuk. Ennek az eredményeképpen alakult ki a keleti városrész új művelődési közössége, amely felöleli Szabolcsbányatelepet, Szabolcsfalut, Meszest, Pécsbányatelepet, részben újhegyi részeket is, és itt megpróbáltunk egy olyan közművelődési tevékenységet folytatni, amely valahogy kompenzálta, illetve megőrizte azt a bányász hagyományokat, amire tulajdonképpen az egész tevékenységünk épült. Ennek a csúcspontja akkor következett be, amikor a Pákolic István közösségi házat felavathatták, mondta a népművelő elérzékenyültem. Toller László polgármester úr segítségével, akinek csak köszönettel tartozok, és azt hiszem én is úgy, mint Kunszpárt a közgyűlésen, hogy nehezen tudok elérzékenyülés nélkül beszélni róla. De hát az élet az megy tovább, és tovább kell léptünk.
bővítésről gondolkodunk. Szeretnénk azt, hogy a művészeti csoportjaink, a néptánc csoportunk, a zenekarunk, a különböző szakkoraink most már egy helyen összpontosuljanak. EU pályázatot adtunk be arra, hogy ezt az intézményt bővíteni tudjuk. Jelenleg ez folyamatban van. Bízom benne, hogy még az én időmben ez meg fog valósulni. Zsatlós Ferenc már nyugdíjasként dolgozik, a régi értelemben vett társadalmi munkában végzi hivatását. 1997-től elnöke a Bányászművelődési Intézmények Szövetségének. Számos magasrangú kitüntetés birtokosa, mint elmondta, népművelőnek érzi magát elsősorban, és csak utána következik a közéletiség. Amire nagyon büszke, az a Borbála kitüntetés, amelyet népművelőként egyedül kapott meg. Én azért vagyok és azért voltam, hogy a körülöttem lévő embereknek ami jobbat, szebbet és tartalmasabbat tudjak biztosítani. És azt hiszem, hogy ez sikerült. És ezt értékelték azok a szervezetek, akiktől a kitüntetéseket kaptam. Egész munkássága alatt kiemelkedő tevékenységért, valamint a közművelődés területén végzett értékes munkásságáért, elkötelezettségért a városnapi ünnepi közgyűlésen Pécsváros közművelődési díja kitüntetésben részesült. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tartsanak velünk azonban a továbbiakban is, hiszen az Örökség Fesztivál további eseményeiről készült összefoglalónkat láthatják.